harmadik alkalommal került megrendezésre a Fradi szakmai nap, amelyre ezúttal is a Grupa Arénában került sor. Büszkén mondhatjuk azt, hogy az első nemzetközi sportkonferenciának is otthont fogunk adni. Március végén látogat ide hozzánk Európa sportmenedzseri gárdája, és itt két napon át fogják megvitatni az aktuális szakmai kérdéseket. Számunkra ez nagy büszkeség, hiszen a tavalyi évben ez az esemény az Amsterdam arénában volt, és egyébként rotálódva a világban körbe, éppen Las Vegas után jövünk. Szerintem ízlegetni is egész jó, hogy Las Vegas után a Grupa Arena a következő helyszín. Itt az én kollégáimat fogják majd hallani. Azokat a társaimat, akik azt gondolom, hogy a legjobb stratégiák ma Magyarországon, a saját területünkön. Legjobbak, vagy a legjobbak akarnak lenni, ez a szándék bennük van. Rendkívül gyorsak és nagyon szorgalmasak. Mindenki a saját területével foglalkozik. Magyarországon van egy nagyon rossz szokás, hogy a másik területével kezdesz el foglalkozni. Nem kell, a saját dolgodat kell elvégezni. Ezt a fajta munkakultúrát a Nyíri Zoli vezette be a Ferencvárosban. Mindenki csak a saját dolgával foglalkozik. Nagyon fontos volt, hogy igazán minőségi játékosokkal tudtunk erősíteni a télen, és most ismét a csúcsra törünk. Egyelőre csak a negyedik helyen állunk, ősszel nem játszottunk jól, de a hátrányunk mindössze 4 pont az élen álló hármassal szemben. Egyelőre ezt az üldöző pozíciót foglaljuk el, de ha az edzéseinket nézem, az utolsó napokat, heteket, a játékosokról sütő elszántságot, az bizakodóvá tesz engem mind a hétvégére, mind a teljes tavaszra nézve. 234 adatot, tehát ennyi adatot látunk egy játékosról. Ezeket elemezzük minden nap, és adunk segítséget háttérből a vezetőedzőknek, hogy az adott edzések hogy sikerültek, hogy alakultak aznap. A megfelelő tervnek megfelelően alakultak. Kell-e rajta valamit változtatnunk? Tudjuk előre nagyjából, hogy milyen sérülésekkel számolhat egy csapat. Miért történnek ezek a sérülések, mert a sérülés mechanizmusát is rögzítjük, ezek milyen gyakran következnek benne, és hogy készülhet fel ezekre az egészségügyi stáb. Egy szülő kérdezi, hogy miért hozzánk hozza a gyerekét focizni. Elsődlegesen azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a jó munkához jó körülmények kellenek, és az a Ferencvárosa mindenféleképpen megvan. Itt két képet láthatunk a Fradi Hotelről, a szobákról, ahol a legtehetségesebb vidéki játékosokat szállásoljuk el, de valóban csak a legtehetségesebbeket, mert fontos számunkra a család, az iskola, és tudjuk, hogy nem akarjuk elszakítani a gyerekeket. Minden játékos, szoktam mondani, hogy fölviszi, minden sportoló fölviszi a saját életét a pályára. Tehát minden sportolónak lehetnek rosszabb napjai, jobb napjai, éppen szerelmes, éppen szakított. Erről is kell egy mentális felkészítőnek beszélni a játékossal, és kommunikálni kell az edzők felé, hogy ez a játékos most éppen valami egyéb oknál fogva, sporttól független oknál fogva, éppen nincs a legjobb mentális állapotban. A Ferencváros egy márka, ami rendelkezik a piac többi márkájának a jellemzőivel. Na de most itt kíváncsi vagyok, hogy tudja valaki, mi az az egy dolog, ami megkülönbözteti bármelyik másik márkától. Egy Nike-tól, egy Coca-Cola-tól, de bármilyen márkát mondhatnék itt. Ez egy érzelmi márka. Mit értek ez alatt, hogy érzelmi márka? Azt érzem el ez alatt, hogy bármit lehet cserélni. Hogyha én iszom az egyik fajta üdítőt, de mondjuk a másiknak a reklámja jobban megtetszik, akkor lehet, hogy azt fogom venni. Vagy hogyha a másik csinál egy olyan árpromóciót, ami nekem jobban megéri, akkor lehet, hogy ki fogom próbálni. De soha nem fogok klubot cserélni. Az életbe soha.